a keleti katolikus püspökök találkozójának záró ünnepsége lesz, és az eukarisztikus kongresszusnak is egyik kiemelt eseménye a Joseph Apsi Melkita pátriárka által vezetett keleti szent liturgia. A szíriai egyházfő szeptember 8-án Kisboldogasszony ünnepén vezeti az isteni szent liturgiát a Szent István Bazilikában. A Szíriában és Libanonban élő görögkatolikus testvéreinknek már több alkalommal volt lehetőségünk anyagi és egyéb támogatást nyújtani. Minthogy most a Melkita Egyház legfőbb vezetője személyesen jön el a budapesti eukarisztikus kongresszusra és az ahhoz kapcsolódó keleti katolikus püspökök találkozójára, így lehetőség nyílik közvetlenül átadni neki a magyarországi testvérek adományát, melyhez bárki csatlakozhat, aki bekapcsolódik a Szent István Bazilikában végzett szent liturgiába. Ugyanis a szent liturgián összegyűlt persejpénz teljes összegét a görögkatolikus metropólia szeretné fölkínálni a szíriai hittestvéreinknek. Kocsis Fülöp metropolita több alkalommal is járt Szíriában, hogy személyesen adja át azokat a pénzadományokat, melyeket a Magyar Görögkatolikus Egyház kezdeményezésére gyűjtöttek egy sokat szenvedett szíriai keresztény közösség számára. A 2018-as útjának beszámolóját idézzük fel, amikor Damaszkuszban találkozott Joseph Apsi pátriárkával is. Amikor átadtam a adományokat, akkor utána tudtam találkozni Joseph Apsi Melkita pátriárkával. Ővel egy évvel ezelőtt találkoztam, akkor ő még a helyi püspök volt, és most már pátriárkaként fogadott ugyanott. Nagyon megköszönt az adományokat, neki adtam át az emlékkönyvet. Terveztük továbbra is, hogy miben tudunk segíteni. Két nagy dolog rajzolódott ki. Az egyik az, hogy mi egyház az egyháznak hogyan tudunk segíteni, hogyha most ugyanúgy telik ez az előttünk lévő eszendő, mint a mögöttünk lévő, tehát hogyha görögkatolikusok, illetve mások is, nem csak görögkatolikusok nyilvánvalóan, sokan továbbra is erre a nyitott számlaszámra küldik az összegeket, akkor az volt a kérése a pátriárkának, hogy a fogyatékosokat segítsük. Van egy nagy otthonuk, amit a görögkatolikus egyház tart fenn, ahol gyermekek is és felnőttek, fiatalok és felnőttek, fogyatékosok bentlakásos intézménye. Ha újra összejön egy összeg, akkor ezt arra fogjuk fordítani. Most ezt a mostani gyermekek segítésére, iskolai kezdése, táborozhatásra fogják majd fordítani. És a másik, a nagyobb léptékű segítség azt kérte, hogy az iskoláikat segítsünk fölépíteni. Hát azért ez nem egyszerű, szóval ez már nem a mi képességünket szólítja meg, hanem már elkezdtem a tárgyalásokat, hogy kormány szintjén nagyobb beruházások támogatását hogyan tudják megvalósítani. Tudnélik, volt egy nagy iskolájuk. Ez egy két tannyelvű arab-francia nyelvű iskola volt. 2008-ban fejezték be, mindössze 3 évig működött. Több mint 3500 gyermeket foglalkoztattak, óvodától egészen az érettségig tanították a gyerekeket, és Damaszkusznak a legjobb hírű iskolája volt, amit így a Melkita görögkatolikusok fönntartottak. Más vallásúak is mentek természetesen, és muszlim családok is nagyon sokan oda járatták a gyermeküket. Na most, hát beszélt a pátriárka arról, hogy ezt teljesen lebombázták, teljes romhalmaz az egész, és ezt nagyon hamar újra kell építeni. Úgyhogy délután ki is mentem és megnéztem ezt az iskolát. Borzasztó élmény volt látni. Egyrészt azt, hogy a szanaszét hajigált tankönyvek, iskolaszerek, a könyvtár földulva, a hittan terem volt az egyik legmegrázóbb, mert onnan egyébként el is hoztam a földről, összeszedegettem ikonokat, gyermekrajzokat. Volt néhány gyermekrajzzal díszített kis tabló, amelyre az volt többször is ráírva, hogy szeretek Szíria.
Hú, azért nagyon megrázó volt ezt látni, és ezt földön ott tapostak rajta a katonák, én meg elhoztam, és hát kiteszem majd az irodám falára. Ezek nagyon megrázó, szép és szívesszorongató élmények voltak. Magyarokról szólva, most már minden szíriai ember számára ismert az, hogy a magyarok sokat segítenek. Akárkihöz mentem, az utcemberével beszélgettem, egyháziakkal beszélgettem, civilekkel, mind azt mondják, hogy a magyarokat mennyire szeretik, mennyire nagyra értékelik, hogy van egy nép, amelyik foglalkozik velük. Nagyon fantasztikus volt ezt hallani. Egy évvel ezelőtt nyomott volt a város. Nem mondom, hogy nem lehetett látni nevető embereket, de most egészen más arculatot mutatott a fölszabadult városnak a képét. Most hatalmas öröm van az emberekben. Nagyon-nagyon érződik, hogy mit jelent az, hogy a nyakukon vannak a terroristák, vagy nem. Meg is kérdeztem naívon egy-két embert, hogy hát milyen érzés így a háború után. És azért mondták, hogy még nincs vége a háborúnak, csak hát most itt Damaszkuszban már kitakarodtak a terroristák, és a déli részeken, illetve hát vannak még főleg keleti részeken, Szíriában, ahol még mindig vannak harcok. És hogy hogyan lesz tovább? Hogy ez valóban a béke megszilárdulásának az eleje, vagy pedig egy időszak, amikor később nyugatiak, amerikaiak kitalálják, hogy most újra valami ürüggyel újra bombázzák a városokat, hát ezt nem tudjuk. Nem ide tartozik, de szeretném elmondani, hogy azóta ugye megint húsvét táján áprilisban félelmetes módon ugye elterjedt az, hogy ugyanaz a forgatókönyv, mint egy évvel ezelőtt, hogy Haszád elnök vegyi fegyvereket használt, és ezt meg kell bosszulni, meg kell torolni, és az amerikaiak nem késlekedtek és megtorolták. Akkor a nemzetközi szervezetek is azt kérték az amerikai haderőktől, hogy várjanak, hadd végezzék el a fölmérés, hogy valóban volt-e vegyi támadás. Nem, azonnal rá egy hétre már rakétacsapással megbüntették az országot. Azóta, egy 3-4 hete olvastam a cikket, befejeződött a vizsgálat, nem volt vegyi támadás. Nem volt vegyi támadás, egyáltalán. Tehát igazoltan nem volt vegyi támadás. Most ezek után Trump elnök mit csinál? Kérjen bocsánatot? Már az is színikus, hogyha bocsánatot kér. Nem tudom, hogy mit nyilatkozott erre, de hogy ilyen helyzetben vagyunk. Na most ezért nem lehet azt mondani, hogy vége a háborúnak, mert hogy mit gondolnak újra majd, ez sem ők, semmi nem tudjuk. Mindenesetre most a város örül, újjong, esténként hihetetlen élettel telik meg. Most már azért akárhova megy az ember, legalábbis ahol én jártam, most már a lassú építkezés, vagy az építkezésre való várakozásnak a hangulatát lehet inkább érezni az emberekben. Rengeteg fiatal, rengeteg ember, sőt nem is csak fiatalok, a boltok nyitva, éjfél után is, szóval valaki azt mondta, hogy ez most túlzás is. Ez most a háború utáni euforikus állapot, amiben élvezik a szabadságot. Manulában két monostort néztünk meg, az egyik a Szent Tekla ortodox monostor, amelybe újra visszaköltöztek a szerzetes nővérek. Ott beszéltem az egyik nővérrel, akit szintén elraboltak a dzsihadisták. Nagyon meghökkentő volt beszélni élőben ezekkel a személyekkel. Elmondták, hogy amikor betörtek a katonák a városba, és behatoltak a monostorba, fölgyújtották a templomot, a Mária szobrot leverték, kalapáccsal szétverték, a mozaikokon kalapáccsal az arcokat beverték, szóval mindenképpen vallási, muzulmán indítatású terrorcselekményekről volt itt szó, ezt egészen biztos ebből látható. Viszont a nővéreket nem bántották. Nővéreket kocsira rakták, elszállították, nem tudják, hogy hova, és 3 hónapig bezárva tartották. Élelmet adtak nekik, inni adtak nekik, tehát ővelük nem bántak embertelenül. Ez egy nagyon érdekes jelenség. Én annak tudom be, egyébként amit másod is láttam, hogy az ottani emberek, úgy látszik még a terroristák is, az Isten embereit egész különleges módon tisztelik. A Naim atyával együtt, de én is szerzetesi ruhába mentem, mindenütt azt érzékeltük, hogy a pap, az Isten embere, az különleges bánásmódot érdemel, nagy tisztelettel vette körül bennünket.
Talán ez az oka annak, hogy a nővéreket nem bántották. Arról nem beszél, de 3 hónap után kiszabadultak, minden bizonnyal az állam kiváltotta őket. Tehát őket azért rabolták el, hogy váltságdíjat követeljenek, és az állam ki is fizette ezt a váltságdíjat, és aztán valahol tartózkodtak egészen addig, amíg nem régen, talán egy fél évvel ezelőtt mehettek vissza a monostorukba. Ez volt a Szent Tekla monostor, és akkor onnan a falun keresztül teljesen lerombolt házakon át fölmentünk egy még magasabban fekvő monostorba, az pedig a görög katolikusok monostora, a Szent Szergiusz és Bakusz monostor. Ez a kettő a legősibbek közé tartozik. Főleg ez a Szent Szergiusz és Bakusz, ez annak idején pogány szentély volt, arra épült a 3. században ez a monostor. Egészen a legősibb korokból származó ikonok voltak, most már csak múlt évben lehet erről beszélni, mert amikor betörtek ide a katonák, akkor ezeket mind elrabolták. Bizony, néhány tárgy és ikon visszakerült, mégpedig úgy, hogy hát ezeket elkezdték árusítani. És volt, aki megvette és visszaadományozta a templomnak, illetve a monostornak. Így került vissza a régi, még a pogány szentély bejáratának az ajtaja, egy 2000 éves cédrusfa ajtó. Ez az a falu, Malula, ahol Jézus nyelvét beszélik. Összesen 3 ilyen település van a 2 másik környező település mellett, azt az óarám nyugati dialektus beszélik, amit Jézus is. És ott egy fiatal lány beszélt, mesélt nekünk a templomról, és kérdeztük, hogy ő ide valós? Igen, ő a faluban lakik, és hát kérdeztük, hogy akkor tud-e beszélni. Persze, egymás között ők ezen a nyelven beszélnek, Jézus nyelvén. Akkor hát nem álltuk meg, hogy akkor a mi atyánkot, hogy mondja el nekünk, és szépen elmondta nekünk a atyánkot óarám nyelven. Hát döbbentő volt, hogy Jézus is ugyanezen a nyelven mondhatta talán. És aztán még énekelt is nekünk, görög dallamon, de ezen az arám nyelven a sok érgalmúból énekelt néhány verset. Óba, ti bismó, jíts kettes esmár, jíth éli molkja, jíth kent ticsi báhéli, echmél bismó, chet alara, ebléh lehme, okhol jóma, gufir léh ti jódlar, echmél gafrul ti magta amnéna. ولو فشتخ النح جغري بيوثر بس حسن الناح مشيبة آمين. Ezután átmentünk még ugyanezen a napon Szednaja nevű településre, amely Szíriának az egyik legismertebb zarándokhelye. Ez egy kicsit nagyobb város, körülbelül 20 000-es lakosságú, több mint 20 temploma van, abból 3 görögkatolikus. Különböző felekezetek templomai vannak. Az ortodoxoknak, most nem tudom, hogy a görög vagy az antiochiai ortodoxoknak van egy híres templomuk, a Miasszonyunk templom, egy sok lépcsőn keresztül lehet fölmenni, egyébként egészen óriási szintkülönbségek vannak, ilyen sziklás hegyek között járunk, most úgy kell elképzelni. A Miasszonyunk temploma. Szerzetes nővérek tartják fönt, és itt tárolják a hagyomány szerint Szent Lukács által megfestett első ikont. Na most egy nagyon érdekes találkozás volt, mert nagyon sok zarándok jött oda, nem csak mi, egyébként muszlimok is sokan járnak oda, általában gyermekáldást kérni az Isten szülőtől, és bemehettünk abba a kis, szintén egészen alacsony ajtóval megközelíthető elkülönített szentélybe, ahol őrzik ezt az ikont. És sokan imádkoztak ott, egy szerzetes nővér följegyezte, lehetett ott kérni imádságokat, gyertyát gyújtani, és az ikon ott van szépen elzárva, óvják, őrzik. Hát nyilván azon a vidéken azért, amikor az ikonrombolás bármikor megtörténhet, valószínű, hogy ez indokolt is. Úgyhogy így tettük tiszteletünket az Isten szülő ikon előtt, hogy nem láthattuk, hanem ott imádkoztunk, mint a többiek. Aztán, hát ez is nagyon érdekes élmény volt, és még följebb lehetett menni, az pedig a szintén melkiták által, melkiták kezében lévő Bártoma monostor, amelyet most már kis szemináriumnak és lelki gyakorlatos háznak tartanak. Emellett volt az a Bártoma ősi templom, Szent Tamásról elnevezett monostor, és annak a temploma. Ennek a templomnak meg egy érdekessége, hogy a tetején remete lakott.
az utolsó remet, azt hiszem 100 évvel ezelőtt hagyta el a posztját, de egyébként már nem működő templom ez. Romjai látszanak már csak a köré épített monostornak, és a remetelak pedig a templom szentélyéből lehet megközelíthető. Egy kis ablakon keresztül egy létán lehetett fölmenni, hát nem hagyhattam ki, úgyhogy én is fölmentem, ott szétnéztem a remetelakba, ott fölmentem a tetőre, és gyönyörű szép kilátás. Meglátogattam néhány szegény családot, mert mondtam nagymatyának, hogy látni szeretném a másik arcát is Damaszkusznak, és hát eléggé drámai a másik arca. Nagyon sok olyan család van, akik már visszajöttek, de lakásuk nincsen. És akkor hát úgy, hogy egy-egy szobában lakik egy család. Ezek albéletet fizetnek, általában az egyház segít nekik az albéletben, a fizetések nagyon-nagyon alacsonyak, nagyon nagy a szegénység. Ott imádkoztunk ezekkel a családokkal is, nagy szeretettel fogadtak természetesen, rettentő sok a gyerek. Szóval nem vagyunk ehhez hozzászokva, rengeteg gyerek van. Keresztényeknél és muszlimoknál is. Délelőtt a nagymuftival volt találkozásom. Hosszan beszélt a nagymufti a békéről, a megbékélésről. És ez engem egészen meglepett. Maga az is, hogy fogadott, persze ismert dolog, hogy ő nagyon nyitott a vallási párbeszédre, és hogy ő a békének és a megbékélésnek az embere. Tudni kell róla, hogy az ő egyik fiát a terroristák ellopták és meggyilkolták. És elfogták a terroristákat, akik meggyilkolták a fiát, ő találkozott is velük, és a fölmentésüket kérte. Tehát azt kérte, hogy ne ítéljék el, ezzel jelezve, hogy ő a megbékélést szeretné inkább hirdetni. Szóval itt azért nem csak levegőbe beszél ez az ember. Azt mondta, hogy ha elmennek a muszlimok, tehát a szíriaiak Európába, ott nekik európaivá kell válni. Így mondta, hogy ha valaki elmegy Magyarországra, akkor legyen magyar. Ha nem válik magyarrá, jöjjön vissza. Ezt mondta. És azt tette hozzá, hogy ha nem ez az irány, hogyha nem válnak európaivá, hanem muszlim országot akarnak csinálni Európából, akkor az, ami Szíriában történik, az áttevődik Európába. Tehát a szíriai háború ki fog terjedni Európára is, hogyha az a terrorista gondolkodású, hatalmas muszlim réteg áttelepül Európába. Hát ez egy óriási üzenet. Kell nekünk a szíriai háború? Itt Európában? Ezt ő fogalmazta meg. Ő is arról beszélt, hogy Szíria a béke szigete volt egészen addig, amíg az amerikai haderők meg nem jelentek. Délutára volt beütemezve 10. János antiochiai ortodox pátriárkával való találkozás. Ők is nagy pompával fogadtak, előre küldött egy püspököt, akkor a helynökét, hogy ők vezessenek be, akkor bementünk. Mondanom sem kell, hogy mindenkinek pócsíkont vittem, minden pátriárkának, a főmuftinak is egyébként, aki elmondta, hogy ők is nagy tisztelő Máriának, és akkor a antiochiai pátriárkának is. Ő pedig arról beszélt, hogy nagyon jól tudja, hogy a magyarok milyen sokat segítettek. Szijjártó Péternek a nevét többször is említette, kérte is, hogy segítsek a kapcsolat fönntartásában, életben tartásában, mert eddig is nagyon sok segítséget kaptak, és várják is a lehetőséget, hogy milyen további fejlesztésekben tud a magyar állam, a magyar kormány támogatást nyújtani nekik. Meglátogattuk még a Umayya mecsetet. Egy hatalmas nagy bazilikáról van szó, amely régen a johannitáknak a temploma volt, óriási kerengővel, és most egy mecset. És itt őrzi keresztelő Szent Jánosnak az egyik erekjéjét. Ezt ők is nagyon nagy tiszteletben tartják, egy külön kis kápolnát építettek fölé márványból. Hát ott érdekes volt a mecsetben keresztelő Szent János erekjé előtt imádkozni. Damaszkuszban a keresztény ember számára egészen szívet érintő az, hogy itt az ős keresztények földjén vagyunk. És ez különösen is Ananiás házának a megtekintésekor volt egészen éles élmény. Ott én magam is elővettem a Szentírást és elolvastam Szent Pál megtérésének a történetét. Ugye Szent Pál, amikor az Úrral való találkozás után megvakul, akkor bevezetik Damaszkuszba egy bizonyos Júdás házába, aki az Egyenes utcában lakik. Most az Egyenes utcát most is Egyenes utcának hívják.
A régészek azt mondják, hogy akkor egy egészen széles, 20-25 méter széles utca volt, ma már egyáltalán nem így van. Szinte egy autó fér el csak, és két oldalt járda, ennyi az egyenes utca. De az egyenes utcából nyílik merőlegesen az a másik utca, amely egyenesen rávezet Ananiás házára. És hát ezzel ott szembesülni és ott olvasni a Szentírásnak a szavait, és ugyanezekkel a szavakkal vagy helyiségnevekkel találkozni, egészen meglepő és megrázó. És ugye Ananiásnak az a látomása, hogy menj el és keresd föl Sault, és akkor ott Júdás házában keresztelte meg a leírás szerint. Tehát a legelső keresztényeknek a helyén vagyunk, akiknek a leszármazottaival beszélgettem ott 2000 év távlatában. Hát, ha vége van a háborúnak Szíriában, de hogy mi lesz tovább, az most nem tudható. Most örüljünk annak, hogy a béke terjedőben van, imádkozunk azért, hogy ez rögzüljön is, hogy hogyan épül vissza Szíria, az nagy kérdés. Nagyon sok mindent veszített a hagyományaiból is, ugye 7 és fél éven keresztüli háború nyomot hagy az emberek lelkében, nem csak az épületekben. Újra föl tud épülni az ország, de az már félő, hogy nem ugyanaz lesz. Ezért volt meg nagyon mélyen érintő a malulai találkozás, ahol még Jézus nyelvét beszélik és mindig beszélik. Adja Isten, hogy még 2000 éven keresztül megmaradjon ez az élő hagyomány. Most nekünk kell őket segíteni a kereszténységben, a hitükben. Tudnék, meg fognak jelenni mindenféle nyugati segélyező szervezetek, de ők Nyugat-Európát akarják visszaépíteni. És mint ahogy Európának egyáltalán nem tenne jót, hogyha a mostani háborús helyzetben lévő Szíria áttelepülne ide, Szíriának se tenne jót, hogyha Nyugat-Európa áttelepülne oda. Az lett volna legjobb, mindenki maradt volna maga helyén, és békességbe hagytuk volna egymást. A történelem urának a kezébe van téve, hogy hogyan lesz tovább. Készült a miniszterelnökség és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT támogatásával.